Szeretettel üdvözlök mindenkit. Még mielőtt itt belefognánk, mivel van egy-két kolléga, akit nem ismerünk, vagy legalábbis személyesen nem ismerünk, az lenne az első kérdésem, hogy tegeződhetünk-e. Természetesen. Persze, igen. Szuper, mert az részemről is. Egyszerűsíti a kommunikációt, nagyon szépen köszönjük. Gyorsan bemutatkoznánk a QFD részéről, és aztán utána pedig elkezdjük beszélni azokat a témákat, azokat a kérdéseket, amiket beküldtetek előzetesen. Van egy-két olyan újdonság is, ami a múlt hét óta történt, amiről egy pár szót érdemes beszélni, illetve értelemszerűen bármilyen kérdést fel lehet tenni. Mielőtt elkezdenénk a kérdéseket, amiket feltettetek, meg amiket majd fel fogtok közbe tenni, nagyon gyorsan átváltanék az IATF-nek az oldalára, és mutatnék egy aktualitást. Van esetleg olyan köztetek, aki nem ismeri ezt az IATF globaloversight.org oldalt? Egyrészt a COVID-19-es helyzettel kapcsolatban is van fönn egy csomó információ, hogy ez hogyan érinti az auditokat, a határidőket, stb. Erről később még fogunk beszélni. De a legutolsó érdekes, ez az IATF információ, ami arról szól, hogy gyakorlatilag az oldalon nyitottak egy ilyen bejelentő felületet, egy ilyen ethics and compliance felületet, amit egy külső független cég csinál egyébként, és ahol be tudjátok jelenteni azt, hogyha valamilyen céggel, beszállítóval olyan jellegű problémátok van, ami az IATF tanúsítási szabályokkal ütközik. Most itt nem arról van szó, hogy be kell jelenteni, hogy a beszállító, mit tudom én, selejtet szállított nektek, stb., de mondjuk azt be tudjátok jelenteni, hogyha ti úgy érzitek, hogy egy beszállító jogtalanul használja a tanúsítványt, mert egyébként teljesen egyértelmű, hogy nekik semmi közük nincsen az IATF-hez, mert csak selejtet szállítanak azt is késve, és ennek ellenére büszkén hirdetik, hogy ők IATF tanúsítottak, akkor ezen a compliance oldalon ti ezt jelezhetitek az IATF-nek, hogy itt kétségeitek vannak. Le van írva az, hogy mire nem szolgál ez az oldal, tehát ez tényleg nem arra szolgál, hogy azt írogassátok be, hogy a beszállító most 3 darabbal kevesebbet küldött, meg mit tudom én, a vevő az auditon csúnyán nézett rátok, vagy ilyesmi, hanem az IATF tanúsítási szabályzattal kapcsolatos komoly problémákat lehet itt jelezni az IATF-nek. Nincs kérdés, akkor nagyon szépen köszönjük a részvételt, és jó munkát, és jó egészséget mindenek előtt. Köszönjük szépen. Viszont köszönjük a lehetőséget. Köszönjük. Sziasztok. 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 Sziasztok.